Ez nem a Navracsics száma. Igen. Felhívtam egy másik számot, és azon nem vette föl. Hát tudom, hogy azon keres, akkor oda megyek. Nagyon készséges, ezt hagyja meg, ezt fejezzük is be majd ebben a hangulatban. Ez egy nagyon jó mondat volt. Ez egy nagyon-nagyon jó mondat volt. Nekem Winter Gabriellát jutott az eszembe, aki Hajdanból szerelmem volt, és amikor megismerkedtünk, akkor még egy kis hitű kisfiú voltam, az valamikor januárban volt, és azt mondta, hogy ő nyáron milyen barna. És akkor én mondtam neki, hogy ez nagyon messze van, és akkor azt mondta, hogy meg fogod látni, és attól én teljesen elolvadtam. Sose fogom elfelejteni. Ez kedves, nagyon kedves. Jogi egyetemista voltam, nem tudom, hanyad éves. Nem tudom, hány hónap után láttam őt napvilágnál, mert mindig este találkoztunk, mert hol ő dolgozott, én meg egész nap tanultam. És amikor egyszer láttam napvilágnál, akkor láttam, hogy még annál is szebb, mint amilyen egyébként volt a pozsonyi sörözőben. Arról beszélgettem a Filippovval, hogy nem állt módjában elmesélni a hetét, mert hogy olyan tevékenységet folytat, mint az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, ami nem bírja a nyilvánosságot. És miközben ez a hétköznapi életünkkel van kapcsolatban, akár Magyarországgal, azt kérdezem, hogy, és mindjárt felvázolom, hogy ezt minek a relációjában is kérdezem, eddig két olyan háttérbeszélgetés volt a Márki-Zay féle új felálló kormányzat embereivel, ahol tudományos, vagy alapvetően tudományos emberek voltak, nem kizárólag, mert például Vadai Ágnes nem lehet annak tekinteni, akik elmesélték egy-egy területnek a premisszáit, de amikor a premisszákat úgy valahogy ennél jobban konkretizálni kellett volna, akkor ahogy telt múlt az idő, mert ugye ezek a találkozók is egymást követték, tehát az első még lehetséges, hogy bátrabbak voltak, mint a másodiknál, akkor egyre kevésbé voltak konkrétak, mert azt mondták, hogy hát ők háttéranyagokat készítenek, odaadják egy politikusnak, és aztán a politikus mit csinál vele, arról fogalmuk nincs, és a politikusoknak van kompetenciája. Később Király Juli talán a 24.hu-ban már odáig jutott, hogy semmilyen konkrétumot nem mondott, mert hogy Bolyár Gábornak egy egyébként félre nem érthető mondatát is félreértelmezte a sajtó, és azt mondta, hogy neki nem az a dolga, hogy félreértelmezhető mondatokat mondjon, amelyek egyébként nem félreértelmezhetők, ezt egyébként én magam szembesítettem éppen Márki-Zay Péterre, aki egyértelművé tette, miközben a Bolyár is egyértelmű volt. Ennek következtében aztán olyan általánosságban esik szó egy sor dologról, ami az újságírók számára kevés, és hát ugye ők közvetítenek a politikusok és a nép között, vagy nagyon sokszor közvetítenek. Az ön tudományos énje és az ő politikusi énje, azok e tekintetben, hogyha a felvázolás nem volt túl hosszú és érthető volt, azok milyen permanens viszonyban vannak, hétköznapi viszonyban vannak egymással? Jó viszonyban vannak, mert... De érthető volt, amit felvázoltam? Abszolút, a tudományos énem nem foglalkozik közvetlenül azokkal a kérdésekkel, amikkel a politikai... De el tudja választani? El. Persze. Hát vannak olyan területek, amik persze érintkezhetnek. De egyrészt Magyarországon elnézést, és nem akarom megsérteni azokat a hallgatókat, akik mégis olvasnak politikatudományi tanulmányokat, de Magyarországon az emberek az én tapasztalatom szerint általában nem olvasnak politikatudományi tanulmányokat. Tehát vannak országok, ahol nagyon mértékben olvasnak az emberek politikai tudományokat? Igen, hát mivel nagyobb az ország, nagyobb a szakmai közvélemény is, tehát ebből adódóan igen, de azt mondhatom, hogy egy angolul, egy angol nyelven, egy amerikai vagy egy brit folyóiratban megjelenő tanulmány olvasottsága sokkal nagyobb értelemszerűen, mint egy magyar nyelven, magyar folyóiratban megjelenő tanulmányi, vagy könyvben megjelenő tanulmányi. Amivel én foglalkozom, az Európai Unió, illetve az Európai Unió belső folyamatai, abból persze levonhatók aktuál politikai következtetések is. Sőt, volt is olyan, ha jól emlékszem, éppen Debreceni József volt az annak idején, aki az egyik tankönyv fejezetem
2007-ből, amikor frakcióvezető voltam, a Közgazdaságtudományi Egyetem, nem tudom aktuálisan éppen akkor hogy hívták, Közgazdaságtudományi Egyetem egyik politikatudományi tankönyvébe írtam a konszenzusos és a többségi demokráciákról egy fejezetet, és Debreceni József próbálta ezt lefordítani aktuál politikai álláspontra. Ez egy kísérlet, amiről én tudok, amikor bárki is az én politikatudományi munkásságomat megpróbálta a politikai munkásságomra átfordítani. És hogy sikerült neki? Nem igazán, mert igyekszem, tehát abszolút tényleg igyekszem kívülállóként írni politikatudományi tanulmányokat, ami nem feltétlenül a látószög kívülállóságát jelenti, hogy ezzel a két zavarral fogalmazhatok, mint inkább a nyelvezet árnyalt, sokkal árnyaltabb és semlegesebb volt, mint a politikai kommunikációban, amit használunk. Tehát amikor írok egy politikatudományi tanulmányt, EU-ról például, akkor igyekszem arányosan bemutatni az egymással vitatkozó felek teljes érvrendszerét, függetlenül attól, hogy én egyébként melyikkel szimpatizálok, de én ezt úgy gondolom, hogy ez az olvasó dolga. És ha feltételezem, hogy aki egy politikatudományi tanulmányt vagy értekezést olvas, annak az érdeklődése és a megalapozottsága is megvan ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy melyik érvrendszer akarja inkább elfogadni. És mit csinált rosszul akkor a debreceni? Én nem mondtam, hogy rosszul csinált valamit. Én nem tudom, hogy ez... Hát talán ő le is fordította, tehát ő maga részéről elvégezte a munkát, és bebizonyította, hogy ő, hát ez most már nagyon részletkérdés, ő normatív különbséget tett konszenzusos és többségi demokrácia között. Ő azt mondta, hogy a konszenzusos demokrácia magasabb rendű, mint a többségi demokrácia. Ilyet ennek az elméletnek a szerzője, Arend Weisshardt sosem mondott, sőt, és én is a hallgatóimnak mindig szoktam hangsúlyozni, hogy egyéni ízlések vannak, ki ezzel vagy azzal szimpatizál, de valójában ezek normatív értelemben egyenértékű demokráciák. A kettő között a különbség csak az, hogy általában az adott társadalmi tagoltsághoz megfelelő demokrácia logikát kell megtalálni, mert ha nem az, akkor az feszültségeket. Akkor a demokrácia nem megoldja a feszültségeket, nem felszínre hozza és megoldja a feszültségeket, hanem gerjeszti a feszültségeket. Tehát ha egy nagyon tagolt, multikulturális, regionálisan, felekezetileg, nem tudom én, nemzetiségi szempontból nagyon megosztott társadalomra egy többségi demokráciát viszünk, az akkor nem tudja jól kezelni a feszültségeket, illetve hogyha egy homogén kultúrájú, tisztán csak ideológiai tagoltsággal rendelkező társadalomra egy konszenzusos demokráciát viszünk, az pedig a hatékonyság rovására mehet, hiszen ott a többségi demokrácia is tökéletesen megoldhatja a problémákat. El kéne várni minden országgyűlési képviselőt, hogy ilyen tudományos fejtegetésekbe tudjon bonyolódni? Nem hiszem. Nem, hát én ezzel foglalkozom, egy országgyűlési képviselőnek ezzel nem kell professzionálisan foglalkoznia. Legalább olyan fontos, hogy legyenek kiváló villamosmérnökök, közgazdászok, agrármérnökök, gazdálkodók, nem tudom én, kétkezi munkások is az országgyűlésben, mint legyenek politológusok. Egyenrangúak? Az országgyűlésben? Tehát a tudás, ezek a tudások az ország szempontjából? Igen. Szerintem igen, egy ország döntéshozatalánál ezek persze helyzetről helyzetre variálódóan változik a súlyuk, de összességében és nagy átlagát tekintve szerintem egyenrangúak. Egy tanyasi vállalkozó, vagy gazdálkodó, bocsánat, és egy atomfizikus ugyanúgy lehet sorsdöntő, vagy az ő szempontja lehet sorsdöntő egy döntéshozatalban, egy a témától függően, vagy a vitától függően. A Himalájáról leszállunk egészen a Balaton síkságáig, egy nagy különbség lesz, hogy árulj el, hogy időnként hazamegy?
Igen. Igen, persze. De alapvetően azért, hogy fehér nemű cseréljen, és aztán megint eltűnik. Hagy egy fényképet magáról, tegnap így néztem ki. Igen, hát a választókerületben dolgozom, persze. Hát közben vannak óráim az egyetemen, tehát ezen a, van egy olyan civil életem is, persze, vezetem a kutatóintézetet, meg egyéb ilyenek, de ezen a héten nem írt semmit. De írtam csak, még nem, de írtam, tegnap jelent meg. Weimári háromszög újraélesztés. Hát akkor az lehetséges, de akkor az, amikor már nap második felében kellett, mert minden nap megnéztem. Nem, reggel ott volt. Igen. Weimáriak újra töltve címmel. Hát akkor figyelmetlen voltam, elnézést kérek. Semmi. Nálam gyakoribb olvasója nincs annak a... Hálás is vagyok érte. Várjon, kaptunk, azt mondja, igen, hogy egy helyre többször visszamegy? Bocsánat, egy helyre többször? Visszamegy? Hol hát ott abban a körzetben, ahol éri az életét, amikor éppen nincsen otthon. Hát persze. Ki kezeli a naptárját? Hát a munkatársaim is, meg én is. Ugye nagyon sok. De mindig tudja, hogy hol van hakni, és hol énekel, hol szaval, hol pedig megnyitja a nem tudom micsodát? Persze, rendszeresen összeülünk. Ugye mindenki ezt jutnak be megkeresések az élet különböző pontjairól, és Magyarország különböző pontjairól, és összeülünk mindig, és megbeszéljük, és akkor naptározunk. Rendben van, nem vagyok az édesanyja, egyébként se állna jól nekem, de rendszeresen eszik, édesfiam? Rendszeresen eszem, arra ügyelek, igen. Tehát ez a napi program, ez nem szenvedi meg, tehát az ön teste nem szenvedi meg a napi programját. Hát én nem vagyok egy asztéta típus, azért alapvetően, igen. Sem pedig egy munkamániás. Én szeretek dolgozni, de nem vagyok munkamániás. Hát, ha valaki megnézi egyébként itt a napi penzumát, akkor nem feltétlenül erről van meggyőződve. Napi egy öltöny, vagy napi több öltöny? Hát ez egy érdekes kérdés, látja, mert egy öltöny persze, de sokszor nem öltöny. Tehát a kampányban azért az öltöny nem a legkellemesebb viselet, meg azt figyeltem meg, hogy vannak emberek, akik nem érzik komfortosan magukat, hogyha én öltönyben vagyok. Tehát ezért nem, meg kényelmesebb viselet. Figyel rá? Zakó ink pulóver. Tehát arra figyel, hogy véletlenül se öltözze túl azt a közeget, amely egyébként önt ilyen elegánsan nem tudná úgy kezelni, mint hogyha egyébként nagyjából úgy lenne öltözve, mint ahogy ők vannak öltözve a hétköznapokban? Igen, figyelek rá. Tehát azt nem akarom, hogy valaki benne miatt rossz érzés alakuljon ki. Azt érezze, hogy én a fölényemet akarom ezzel, nem tudom, kitoktatni, hogy én nem tudom. Hadd kérdezzek valamit ennek kapcsán. A papírjaim nincsenek is nálam. Volt, hogy állandóan nálam volt, most viszont épp, hogy nincs nálam. Azt kérdezem, hogy az egy politikai fogás, aminek nem kell jelentőséget tulajdonítani, ugye ez most pontosan arra vonatkozik, amit ön elmondott. Megszólt a Ungár Péter, akinek ugye tudjuk, hogy az anyagi helyzete enyhén szólva se rossz. Varga Judit igazságügyminisztert, mert talán a csirkefarháttal kapcsolatos információkat egy olyan beszédben tette nyilvánvalóvá, talán egy piacon, ahol egy 10 millió, 20 millió vagy 2 milliárd óra volt rajta, és ennek kapcsán valamilyen interpelláció is volt, amelyet egyébként azért nem mondhatott el, mert Répási Róbert azt írta Kövér Lászlónak, hogy ez nincs összefüggésben semmi olyan politikai tevékenységgel, amely egyébként indokolná egy interpelláció tételét, már pedig annak valamilyen politikai megalapozottsága vagy jogi megalapozottsága kell, hogy legyen. Ez valójában prüdéria, ez valójában a kákán is csomót keres, vagy nagyon is igaza van. Én egy hosszú ideig vittem magammal ezt a papírt, és látja, most jött elő, amikor nincsenek nálam a papírok. Amikor maga elé egy ilyen történet kerül, akkor mit kezd vele? Ugyanúgy, mint ahogy azt mondják, hogy volt egy ragyogó története a Ferenc pápáról, egyrészt, hogy egy kázi óra volt rajta, és hát mindenki el volt ragadtatva, hogy kázi óra van rajta, mert ugye ez nem drága. Viszont arról volt szó, hogy egy olasz tévéműsorban
élőben szerepelt, ami még soha nem fordult elő pápával. Aztán kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert a Real Time-hoz képest, amikor egyébként adták a műsort, a pápa órája egészen más időpontot mutatott, tehát e tekintetben valami hiba csúszott a nyílt adásba, vagy ez a kázi óra, ez rosszul működött. De hogy egyik szavamat egy harmadik témában ne öltsem, itt lezárom a fejezetet, ha érthető voltam, akkor erről a körről, erről a gondolatkörről gondol-e bármit is? Hát ezt szerintem az irigység politikája, irigység azért. Tehát a politikusokkal szemben... Jó, de Ungár Péter valójában az emberek irigységére appellál akkor, amikor ezzel igen. Kap... Igen. Igen. Rosszul tette Varga Judit, hogy ezt egy 200 millió órás, 200 millió forintos órával tette, ő szólt volna, hogy cserélje le, vagy egyszerűen vegye le, ahogy ön másféleképpen öltözik, vagy ez valójában az emberi jó és rossz indulaton múlik? Én soha nem irigyeltem senkit, aki, nekem nincsenek drága órák, vagy nincsen drága órám, drága óráim, van több, de egyik sem különösebben drága, de soha nem irigyeltem attól az embertől, aki drága órát hord. Hát van, aki ezt szereti, van, aki ezt megteheti. Ha becsületesen szerezte meg a pénzét, és amennyire én tudom, ugye, hogy a Varga Judinak a férje mondta, hogy házasság, vagy születésnapra, vagy házasság évfordulóra vette ezt az órát a feleségének. Hát miért ne vehetné, hogyha ha megengedhetik maguknak. Attól másnak nem lesz rosszabb, hogy őt megengedhetik maguknak, és attól sem lesz jobb, hogyha ők esetleg nem vennének ilyen órát. Tehát nem látok ebben. De ilyenkor egy politikus a közhangulatra appellál? Igen. Egészen most úszítja a közhangulatot szerintem. Nagyon neveletlenül viselkedtem, és az illető már nem él, nem szeretném még egyszer elmondani, szeretném önnek elmesélni, amíg nem ismerné, hogy én a Napkeltében Nika Gyuri után voltam, Nika Gyuri ott megszűnt, és akkor én kerültem nem a helyére, hanem engem Vitrai Tamás ajánlatára fölvett a Gyárfás, és beszélgettem egy szocialista politikussal, egy hölgyel, aki azt mondta, hogy eddig a Nika Gyuri reszortja volt, most az enyém lesz, hogy amíg adás van, addig leveszi az aranygyűrűjét, és majd szóljak neki, és berakja a párna mögé, és szól nekem, hogy majd a végén vegye föl, mert ő úgy érzékeli, hogy ez neki nem tenne jót, hogyha adásban lenne rajta. Én ezt aztán egyszer később élő adásban névvel, telefonszámmal elmondtam, amiből kegyetlen botrány lett. Vittem az illetőnek virágot, elnézést kérni. Tulajdonképpen azért vittem, mert tényleg modortalan voltam, miközben azt gondolom, hogy nem tettem rosszul, hogy elmeséltem, mert az egészben volt valami, mint a kocsis, aki tehát mindenki Gyurinak hívnak, tehát egyszer megjegyeznek valakit, meg hát tulajdonképpen akkor ott helyben kellett volna ezt elmondanom ott a Napkeltében, de ahhoz nem voltam elég bátor. Ezzel kapcsolatban ez a történet marad meg bennem, és soha nem fogom elfelejteni. Igen, csak ezekkel a helyzetekkel tényleg az a probléma, hogy ennek a politikusok iszták meg a levét. Most anélkül, hogy én különösebben mondtagetni akarnám a politikusokat, de egy idő után ezek védekező reakciók a politikusoknál. Oké, de nem lehet egy riporter, nem lehet egy műsorvezetőt arra kérni, hogy szóljon a műsor végén, hogy valaki leveszi az aranygyűrűjét? Jó, hát ez egy másik dolog. De az, hogy például minden évben megírják, hogy melyik országgyűlési képviselő tankolta a legtöbbet, és úgymond az adófizetők pénzéből mennyit autózott, és történetesen ez mindig a legtávolabbi választókerületekből bejáró országgyűlési képviselő. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy budapesti országgyűlési képviselő kevesebb benzinpénzt fogyaszt, mint egy sárospataki, vagy egy békéscsabai, vagy egy zalaegerszegi, vagy lenti. Teljesen nyilvánvaló. De ettől függetlenül az újságok minden évben megírják, odaírják a nevét ennek az embernek, mintha bűnös lenne, és hobbiból autózgatna, holott ő csak a választókerülete és az országgyűlés közötti utat teszi meg, illetve a választókerületében autózik, tehát munkát végez. Tényleg van ilyen, nincs előtte milyen hír, én arra emlékszem, hogy ilyen volt olyannal is, aki nem lakott messze, és olyan is volt, hogy olyasmit mutattak ki, hogy kétszer megkerülhette volna a földet, ami azért valójában tényleg kicsi soknak tűnik, de előtte most más konkrétumokkal kapcsolatos papír van. Árulja már el nekem, hogy ön végül is miért gondolta úgy, hogy Takács Lajos olyan személyiség, aki annyi mindenben megszólítja önt, hogy akkor fogja magát és válaszol neki? Mert ha megnézi Takács Lajosnak a honlapját... Megnéztem. Egyszer már lebuktam. Tehát most kiderült, hogy tegnap írt be, tehát még egyszer nem szeretnék lebukni. Egy nap, kettő, az sok.
Jó, tehát szóltak nekem, hogy figyeljek már oda, mert már külön mémet is kívánt rólam Takács Lajos, hogy nem válaszoltam. Ezért válaszoltam. Ugye Takács Lajos Badacsony Tomaj önkormányzatának képviselője Facebook posztban kérdezte, ez a kérdezte fel, ezt nem tudom, ez egy új magyar, kérdezte fel a kormánybiztost, mivel az elmúlt időszakban fény derült arra, hogy az Ajkai Magyar Imre szolgáltatásai részben vagy egészben elérhetetlenné válhatnak a lakosság számára, ha a kórház Covid ellátásra tér át, és ezért osztályokat kell bezárni, és ezügyben megszólalt ön. Igen. És azt mondta, ez egy korábbi csatának egy utó csatája, fogalmazzunk így. Annak idején még Rigg Lajos, tehát a helyzet az, hogy az Ajkai Kórház Covid kórháznak van kijelölve Veszprém megyében. És az előző hullám, negyedik hullám csúcsán egyszerűen annyi beteg volt, hogy az Ajkai Kórházban fel kellett függeszteni nagyon fontos a traumatológiai ellátást, hogy azt az osztályt is átállítsák a Covid fertőzöttek ellátására. Ezt követően az ellenzék elkezdte terjeszteni azt, hogy bezárják az Ajkai kórházat. És ezért mi tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol elmondtuk, hogy szó sincs arról, hogy be lenne zárva, fel van függesztve a traumatológiai ellátás, és amint csökken a fertőzöttek száma, visszatér a traumatológia. És valóban ez történt, amikor csökkent a fertőzöttek száma, visszatért a traumatológia, de valamiért most Takács Lajos úgy gondolta, hogy akkor ő még egyszer lovagol egyet ezen a hullámon, és kérdezett tőlem. Én mondom, sokáig nem vettem észre, mert én nem követtem Takács Lajos Facebook oldalát, csak szóltak nekem, hogy most már foglalkozzak már vele, mert hogy ott, nem tudom, 20-valahány napja nem válaszoltam az ő műtlevelére. Igen. Ez a régi 168 óra. Ez ami a... egy mulasztás a részemből. Ez a Josip Tóth, meg Kaja Ibrahim, igen, neveket jegyez meg az ember. Maradjunk az egészségügynél. Felajánlom, hogy kitérhetett, ha akarja, nem kommentálja. Az elmúlt napok, hetek, de a közelmúlt eseménye volt az, február 2-a, jogtalanul tiltotta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a sajtót a kórházakból, az igazgatók dönthetnek arról, kitengednek be az intézménybe. Ezt mondta ki a fővárosi törvényszék abban a perben, melyben a Telexet képviselték, és ezt követően napokon belül, született, hát napokon belül az enyhe túlzás, másfél nap múlva született egy jogszabály. A kormány 33/2022. február 4-i kormányrendelete, ugye a bírósági ítélet az második, az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzetei szabályairól rendelkezve, amely immáron jogszabályi szinten állapította meg azt, amit addig nem jogszabályi szinten állapítottak meg, és sokan úgy gondolták, hogy ez olyan beleavatkozás a hétköznapi életbe, amelyet ugyan megengedhet magának a kormány, legális, de ugyanakkor egy olyan magatartás, amely két nappal egy bírósági döntés után sokak számára nem tűnt szerencsésnek. Van-e erről véleménye? Tehát valamit kimond egy bíróság, de nem érdemes a szót szaporítani. Szerintem én pontosan tudja, hogy miről van szó. Már most arról mi a véleményem, hogy a kormány ezek után hozott egy jogszabályt, ami igen. Hát normatíve megalapozott ennek a döntésének. A bíróság azt mondta, hogy ez nem volt jogszerű, hogy így döntöttek, akkor a kormány azt mondta, hogy akkor alkot volna egy jogszabályt, és ezzel jogszerűvé vált. Ez kicsit egy pozitivista jogfelfogás, tehát nagyon pragmatikus megközelítése, de jogszerű. Fel sem merült az ellenkezője. Igen. Nem, csak azért mondom, hogy igen, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez szerintem sokkal többet mond el, ez az egész a politika, vagy kormányzati politika és a magyar nyilvánosság közötti bizalmi viszonyról, mint aktuálisan itt a jó, akkor e tekintetben hadd mondjam, hogy ezen a bizalmi viszonyon független attól ki nyer, érdemes lenne változtatni, és nagyon igen. Nagyobb bizalmat létrehozni. Csak én is, igen, én sokáig azt mondtam, és mindig azt is tudtam mondani, hogy és igen, ilyenkor a kormánynak kell kezdenie, de az az igazság, hogy azóta már nekem is volt annyi, pedig én ezt önt hívom tanúnak, hogy én aztán sajtóval kapcsolatban soha
offenzív, sértő, vagy nem tudom, bármilyen korlátozó nem voltam, de már nekem is összegyűlt annyi negatív tapasztalatom, amikor visszaélnek újságírók, akár barátságos gesztusokkal is, hogy már nincsenek ilyen illúzió, hogy ez egyoldalú gesztusokkal megjavítható lenne. Ha netán feláll bármelyik kormány, gesztus kormánybiztosnak elmegyek. Jó. Másik hír. Rémhírterjesztésének büntetének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet, a Budapesti Rendőrfőkapitányságon közölte az intézet az MT-vel, ez január 31-i hír. Az OGI azért tett feljelentést, mert 2021. december és 2022. januárja között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentek meg a favipiravir hatóanyag gyógyszerekről. A cikkekben közölt állítások ennek a hatóanyag gyógyszerek hatásosságát kérdőjelezik meg, melynek következtében a koronavírus járvány elleni védekezés eredményességét is akadályozhatják, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a betegek bizalma a gyógyszerekben és a gyógyszer által kiváltott gyógyhatásban megrendüljön, fogalmaztak a közleményben, amelyre egyébként egy akadémikus hívta fel a figyelmemet, egy olyan akadémikus, akinek a tevékenysége pontosan arról szólt az elmúlt időben, hogy ennek a favipiravir hatóanyagnak a pozitív vagy negatív vagy a Covid-ra való hatásáról írjon, és azt mondta, hogy habár kétségtelen, hogy ebben volt változás az elmúlt időben, az, hogy most a Magyar Tudományos Akadémia meghatározó emberei, még egyszer mondom, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjainak véleménye immáron nem az, hogy a favipiravir alkalmazandó, hogy ha ezt a véleményüket lehozza bármilyen orgán, akkor ezzel kapcsolatban rémhírterjesztés büntetének gyanúja miatt feljelentést tegyen az OGI, azt egy olyan tudomány ellenes magatartásnak tartják, amit 7 óra 59 perckor nem lenne jó, hogy mondanék, mert 18 éven felülieknek sem lenne való. Igen, egyetértek, tehát a tudományos vitákat, még ha látszólag, hogy mondjam, nyilvánvaló tévedésről van szó, de akkor sem lehet a rémhír kategóriába sorolni, de ugyanakkor az merült itt fel bennem, hogy mert a nem tudom, hogy hívják ezt a szervezetet, és ezt a hatóságot? OGI. Ez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Tehát, hogy nem tudom, hogy nem amiatt teszi el, mert hogy azért egy fennálló veszélyhelyzet van még az országban, és a veszélyhelyzet esetén a rémhír terjesztés megítélései sokkal szűkebb és szigorú. Értem, de mégis egy olyan favipiravirral kapcsolatos, amelyel kapcsolatban a tudomány véleménye az, hogy nem hatékony. De három hónappal vagy fél évvel ezelőtt meg az volt, hogy hatékony is tegye mindenki, aki még az első fázisban van, ha jól emlékszem. Értem, de akkor az a kérdés, hogy a tudomány változtathat-e a véleményén, vagy annak van kitéve, hogy mágiára rakják hát, őket? Nem tudom megítélni. Én inkább az előbbinek lennék a híve. Szerintem túlreagálás, de nem tudom. Tehát egészségügyi miniszter ugye nem lesz? Nem áll a terveink, én nem szeretem a terveink. Nem csak ugye sose felejtem el, amikor szegény Kovács László ugye az Európai Unióban egy olyan biztos volt, aminek ő egyébként ugye az ember azt gondolta, hogy neki futásból nem biztos, hogy alkalmas lenne. Az adóügyi, vagy a... Mert ugye igen. És aztán adóügyi lehet. Igen. Ugye Magyarországon azért, tehát nagyon érdekes, hogy Nagy-Britanniában minimális szakmai elvárások vannak egy miniszterrel szemben. Tehát nyugodtan cserélgetetik. Sőt, én ismerek olyan lengyel igazságügyi minisztert, aki filozófusként lett igazságügyi miniszter. De Magyarországon ez egy elvárás, hogyha valaki valamelyik áldozatot vezeti politikusként, akkor annak ne csak politikai irányítója legyen, hanem valamit tudjon is arról, vagy értsen hozzá, úgymond. Tehát van egy ilyen megjelenős szakmai... Meg hát van egy olyan felfogás is, hogy ha ő szakember, akkor ő a kormányban a saját szakterületét nagyobb mértékben tudja érvényesíteni, mintha nem az. Igen, pedig ez valójában akár igaz is lehet egyébként, de mondom, jó, hogyha gesztusügyi kormánybiztos leszek, akkor elvárom az új felálló kormánytól, hogy ott legyek a kormányüléseken, és akkor innentől kezdve majd lesz rálátásom, hogy ez tényleg így van-e. Még meg sincs a hivatala, már is követelőzik. Hát viccel velem, Magyarországon ezt így kell.
Ja, figyelj, én most már olyan jó indulatú vagyok önnel, hogy adok önnek házi feladatot, hogy a legközelebbi alkalommal ne érje meglepetésként. A sümegi érettségi botrány szállai Badacsony Tördemicen sümegi szó 2022. február 8-án, ebből kéne felkészülni. Hát én teljesen fel vagyok felkészülni, nekem csak egy kérdésem van, hogy ez tényleg egy országgyűlési képviselői kampány szintje, hogy egy Badacsony Tördemicen egy kultúrház igazgatónak a vád szerint hamis az érettségie, ő maga állítja, hogy igazi az érettségie. Ezzel tényleg országgyűlési képviselőjelöltetnek kell foglalkozni? Ez egy helyhatósági kampányban téma, Badacsony Tördemicen, arra azt mondom, hogy rendben. De az, hogy az országos politikában téma legyen, ne felejts el, hogy szegény Szigetvári dolog. Viktor egyszer nem figyelt oda, és az orrát turta, és onnantól kezdve minden egyes hírben szerepelt, akár volt ott aktualitása, akár nem. De bocsánat, de nem kérdezték meg utána az aktuális országgyűlési képviselőjelölt, aki mi a véleménye arról, hogy az orrát turja. Ezt én értem, de mintán ugye ez a történet, amiről itt szó van, ez azon a területen van, ahol ön az egyik országgyűlési képviselőjelölt, megpróbálják önt szólásra bírni, hogy ön egyébként erről mit gondol. Adtam is rá választ. Az eljárás jogerős befejezéséig éppen a jogállamiság miatt, amit az ellenzék oly sokszor hányszorodat fel nekünk, a jogállamiság kritérium a rendszerűen miatt, értem, ezzel együtt feladom házi feladatnak. Jó. Nagyon hosszú idője nem beszéltünk, és ezért a következő alkalommal beszélnünk kell, hogy megtartotta alakulő élését a Nemzeti Kulturális Alap új ideiglenes kollégiuma, a Veszprém Balaton 2023 Európa Igen. Kulturális Fővárosa ideiglenes kollégiuma. Ugye erről is mindenféleképpen beszélnünk kell. Beszélnünk kell arról, hogy a Tosokberendi templom érdekében mit tudott tenni, és aztán meglátjuk még, hogy a következő hét milyen új novumokkal fog szolgálni Nyakó István után szabadon. Oké, jó, köszönöm szépen. Milyen hete volt? Jó. Lehetne meggyőzőbb. Jól éreztem magam, jó volt. Szép idő is van, úgyhogy... Energia szintje? Megvan. Van bőven. Optimizmus? Hát az különösebben én optimista sose szoktam lenni. Realizmus. Csak két lábbal a földön. Oké, életkedv? Az van, ez kifejtsetetlen. Jó, kicsit most már un engem, de elköszönnek. Viszont hallásra. Viszont hallásra. No jo.